hát jó napot kívánok! Hát magáról is sokat hallottam. Ajaj. És csak jókat! Hát jöjjön, vegyen egy ajándékot, mert én a jó gyerekeknek hoztam most sok-sok finom szaloncukrot. Nagyon messziről érkeztem, de minden jó gyereket megkeresek, és mindenkit megjutalmazok. Na! Köszönöm szépen! Indulunk is! Hova lesz a síta? A gyermekekhez. Hát elmegyünk itt végig a Békesugár úton, bemegyünk a belvárosba, a szembe érkező jó gyerekeket megjutalmazzuk, utána elmegyünk az óvodához, az iskolához, és a úgy látom, a lovaim készen állnak az indulásra, és utána meglátogatjuk a gyermekeket a gyermekkórházba. Őket is megjutalmazzuk, mert már nagyon várják a Mikulást. Sziasztok! Szia Mikulás bácsi! Nagyon sietünk! Már a gyerekek nagyon várnak! Emilio, milyen szép neve van Emiliának! És hány éves vagy? 11. Igazi nagylány vagy! Fogadd ezt nagy-nagy szeretettel, és hoztam még egy kis szaloncukrot is. Ehhez szaloncukrot? Édessége? És Ernő bácsival, aki Gyula város polgármestere, és Abdul doktor bácsival meg gyönyörű szép ajándékot hoztunk neked. Amit fogadj tőlünk, nagy-nagy szeretettel. Nagyon-nagyon szívesen. Isten éltessen téged, nagyon szívesen. Ez ott lenni fogod a magával. Gyere, hol lennek a Mikulások? Jaj, de aranyosan van. Elárulod nekem, hogy hogy hívnak? Emil, nagyon szép neved. Hát nagyon aranyos vagy, Emil. Ez fontos egyrészt, hogy próbáljuk otthonossá tenni a kórházat, szóval, hogy Mikulás nap van, és ilyenkor próbáljuk a gyerekeket, akik hát haza lehet engedni, hogy otthon ünneplik meg, illetve kapják a meglepetést, akik nem mehetnek haza, még kezelés alatt vannak, próbáljuk vidámabb tenni azt a napot, kedveskedni. A legtöbb dolgozó már egy ilyen Mikulás kellékekkel öltözik, és mosolyt próbál varázsolni a gyerekeknek. Próbálunk mi is ilyen meglepetéseket szervezni polgármester úrral minden évben, úgyhogy az segíti a gyógyulás egyrészt, és akkor nem feledkezünk róluk, hogy attól, hogy itt vannak a kórházban, mégis akkor rájuk gondolunk, és meglepjük őket. Lehet fényképpen? Hoztunk nektek! Jó, lehet fényképpen. Egy-egy gyönyörű, szép ajándékot. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Tőlem a Mikulás bácsitól, Abdul doktor bácsitól, és Ernő bácsitól, aki Gyula város polgármestere.